Nézzük most meg ennek a közepesen nehéz 9x9-es méretű sudokunak a megoldását. Kezdjük talán az egyesekkel. Ugyanis, ha ezt a négyzetet figyeljük, akkor észre kell, hogy vegyük, hogy ez miatt az egyes miatt nem írhatok már egyest sem ide, sem ide, sem ide. Hiszen ha ide egyest írnék, akkor ebben az oszlopban már több, mint egy darab egyes lenne. Ez miatt az egyes miatt pedig sem ide nem írhatok egyest. Vagyis ebben a négyzetben szabadon az egyes számára már csak az az egy mező maradt. Ez miatt az egyes miatt viszont, ha ezt a négyzetet figyeljük, nem írhatok egyest már sem ide, sem ide, sem ide, egyik mezőbe sem. Maradt tehát szabadon az egyes számára, ebben a négyzetben csak a sarkok, ez a három sarokmező, ez itt, ez és ez. Ha pedig ezt az alsó négyzetet nézzük, akkor nem írhatok egyest ez miatt az egyes miatt ide, ez miatt az egyes miatt pedig ebbe a három mezőbe. Maradt tehát szabadon ebben a négyzetben az egyes számára ez és ez a mező. Itt is a jobb és a bal oldali szélen lévő mezők maradtak szabadon. Ez pedig azt jelenti, hogy ebben a mezőben jobb oldalt sem itt, sem itt, sem itt, illetve sem itt, sem itt, sem itt bal oldalt, illetve ez a jobb oldal, bocsánat, jobb oldalra nem írhatok egyest ide, illetve bal oldalra ebbe a három mezőben nem írhatok egyest, így aztán ebben a mezőben egyest már csak ide írhatok. És akkor további egyeseket sajnos nem tudunk beírni egyenlőre legalábbis. Nézzük a ketteseket. Hú, abból csak egyetlen egy darabot adott meg az eredeti feladványunk, tehát akkor ezzel elég nehéz a helyzet, mehetünk a hármasokra rögtön. Itt hasonló a helyzet, már mondjuk ebből a négyzetből kizárhatjuk ebből a három mezőből a hármasoknak a lehetőséget, ugye ez miatt. Mert még mindig marad itt ez és ez a mező. És itt tovább, hogyha átnézzük az összes többit, akkor azt kell mondjuk, hogy mindenütt legalább kettő, de inkább több lehetőség marad a hármas számára. Nézzük a négyeseket. Abból kettő darabot adtak meg. De hát azt is úgy állásul, hogy még a eddigi mezők kitöltése után is nagyon sok lehetőség maradt, tehát sehova sem írhatjuk be egyértelműen a négyest, úgy látom. Nézzük az ötöseket. Nézzük most ezt a négyzetet itt. Nem írhatok ötöst sem ide, sem ide, ez miatt az ötös miatt. Illetve ebből a három mezőbe pedig ez miatt, az ötös miatt. Így aztán ebben a négyes, ebben a négyzetben ötösnek már csak az egy hely maradt szabadon. Ebben a négyzetben nem írhatok ötöst, ez miatt az ötös miatt sem ide, sem ide, sem ide, ez miatt pedig ide, így aztán ebben a négyzetben az ötös számára csak ez és ez a mező maradt szabadon. Viszont, hogyha most ezt a négyzetet nézzük, akkor azt kell mondjuk, hogy ez miatt az ötös miatt már ebbe a három mezőbe sehova sem írhatok ötöst. Tehát
ebben a négyzetben, ötöst már csak ebbe, ebbe és ebbe az oszlopba írhatok, a továbbiakat nem is kell vizsgálnunk, mert ez kizárja ebben a négyzetben az ötös beírásának a lehetőségét ide. És ugye az előbb láttuk, hogy ebben a négyzetben ötöst már csak ide és ide írhattunk. Innen most kizártuk, tehát akkor ebben a négyzetben ötöst már csak ide írhatok. Három lehetőségünk marad az ötösnek ebben a négyzetben. Itt kettő, az alsó kettő, mint láttuk az előbb. Itt pedig csak innen tudjuk kizárni az ötöst, ez miatt az ötös miatt, ebből a két mezőből, de még mindig megmarad ez, ez, ez és ez a mező. Itt pedig ebben a négyzetben csak középről tudjuk kizárni, ez miatt, illetve ez miatt pedig fölülről, de még mindig megmarad két mezőnk, ez és ez. Így aztán ötösöket tovább már nem tudunk beírni, nézzük a hatosokat. Hát az is nagyon kevés van megadva sajnos, hatos is, úgy látom nem is tudunk egyelőre kitölteni további hatosokat, nézzük a heteseket, egy hetes, na hetesekkel viszont boldogulni fogunk, hiszen hogyha ezt a négyzetet nézzük, annak is a felső sorát, akkor semmi ide nem írhatok hetest, ez miatt, hetes miatt, ez miatt pedig semmi ide, így aztán ebben a négyzetben a hetes számára már csak az az egy hely maradt szabadon, ami viszont ebben a négyzetben kizárja a hetesnek a lehetőségét ebből a három mezőből, de még mindig marad itt kettő mezőnk. Ha viszont ezt a nézetet nézzük itt, akkor nem írhatok hetest ez miatt, a hetes miatt, sem ide, ez miatt pedig innen is ki kell még zárjuk a hetest, vagyis ebben a nézetben hetest már csak ide írhatok. És hogyha most ezt a négyzetet nézzük újból, akkor láttattuk az előbb, hogy nem írhatom hetest ez miatt, a hetes miatt sem ide. Tehát akkor marad ez és ez a kettő mező a hetesnek. Vagyis ebben a négyzetben csak jobb oldalra írhatom be a hetest. Így aztán, mivel itt majd itt lesz a hetes, nem írhatok már hetes sem ide. Ez miatt a hetes miatt pedig nem írhatok hetest, itt csak egy helyre, fölösleges a sem. Tehát akkor ebben a négyzetben a hetes már csak a bal szélére kerülhet a négyzetnek valahova, ide vagy ide, és akkor most nézzük meg vízszintesen mi a helyzet. Ide nem tehetem ez miatt, ide pedig ez miatt, így aztán ebben a négyzetben a hetes már csak is ide kerülhet. Nézzük most ezt a négyzetet. Nem írhatok hetest, ez miatt, a hetes miatt sem ide, ez miatt pedig ebbe a három mezőbe itt. És akkor nagyon jó, mert ebben a négyzetben már csak egyetlen egy mező maradt a hetesnek, az pedig ez lesz itt. Most térjünk vissza akkor ide, mint azt láttuk az előbb, ide, ebben a négyzetben már csak ide és ide írhatunk hetest, ugye
emlékszünk rá, még ez miatt a hetes miatt, hiszen az innen ebből a három mezőből kizárja a hetest. Tehát maran ez és ez a mező, alulra viszont a most kijött hetes miatt már nem írhatok be hetest, így aztán innen is kizártuk a hetest, vagyis ebben a nézetben hetest már csak ide írhatok. És akkor most nézzük ezt a négyzetet, nem írhatok hetest a most ki beírt hetes miatt sem ide, sem ide, ez miatt pedig sem ide, sem ide, maradt tehát ez és ez a mező, ide viszont nem írhatok hetest, ez miatt a hetes miatt, tehát ebben a négyzetben a hetesnek már csak ez az egy hely maradt itt. És akkor az első szám, amit végig ki tudtunk tölteni, megalapíthatjuk, az a hetes. Nézzük a nyolcasokat akkor. Nézzük ezt a négyzetet. Nem írhatok nyolcast, ez miatt a nyolcas miatt sem ide, sem ide. Ez miatt pedig sem ide, sem ide. Így aztán ebben a négyzetben a nyolcas számára már csak az egy hely maradt. Nézzük most ezt a négyzetet, nem írhatok 8-ast, az előbb beírt 8-as miatt ide, ez miatt pedig sem ide, sem ide, maradt tehát ez és ez a mező, viszont ide nem írhatok 8-ast, ez miatt a 8-as miatt, tehát ebben a négyzetben 8-as már csak ide jöhet. Viszont úgy látom, további 8-asokat nem bírunk beírni, mert ebben a négyzetben még mindig két lehetőségünk marad, mégpedig ugye ez miatt a 8-as miatt nem jöttek 8-as sem ide, sem ide. Ez miatt pedig ide, tehát akkor szabadon a 8-as már csak ide és ide írhatom be. Itt viszont ebben a négyzetben sajnos még minden sarokmezőben 8-ast írhatok, hiszen ezt az egyetlen mezőt tudjuk kizárni a 8-as beírásának ebbe a négyzetben. Itt, ebben a négyzetben ez a 8-as csak innen és innen zárja ki a 8-as, tehát még mindig marad ez és ez a mező. Így aztán a 8-asokról mehetünk a 9-esekre. Nézzük ezt a négyzetet, nem írhatok 9-est, ez miatt a 9-es miatt sem ide, ez miatt ide, így aztán ebben a négyzetben a 9-esnek már csak az egy mező maradt szabadon. Nézzük ezt a négyzetet, nem írhatok 9-est sem ide, sem ide, ez miatt a 9-es miatt, ide sem írhatok 9-est, ez miatt a 9-es miatt. Maradt tehát első ránézésre ebben a négyzetben ez és ez a mező, viszont föntre ez miatt a 9-es miatt nem írhatok ugyancsak 9-est, tehát akkor 9-esnek már csak ez az egy hely maradt. Nézzük most ezt a négyzetet, nem írhatok 9-est, ez miatt a 9-es miatt sem ide, sem ide, ez miatt pedig sem ide, sem ide, vagyis ebben a négyzetben a 9-esnek már csak ez az egy hely maradt szabadon. Nézzük most ezt a négyzetet itt fent, nem írhatok 9-est, a most beírt 9-es miatt sem ide, ez miatt a 9-es miatt ide, vagyis első ránézésre ebben a négyzetben nem ez, ez és ez a mező marad. Ide nem írhatok 9-est ez miatt, ide pedig ez miatt. Vagyis ebben a négyzetben a 9-esnek már csak az egy helyre maradt szabadon. És meg is van az összes 9-esünk is akkor ezzel. Kezdjünk akkor egy újabb kört, nézzük az egyeseket. Hát sajnos itt még mindig ide és ide írhatjuk az egyest, ugye ez miatt, nem írhatjuk sem ide, ugyanis.
ez miatt itt nem írhatjuk középre, meg ez miatt ide sem. Tehát még mindig megmaradnak a sarokmezők, a szabad sarokmezők. Ó, nézzük akkor a ketteseket. Újból. Kettes az nagyon kevés van megadva. Viszont úgy látom, hogy ennek ellenére is egy kettest legalább be fogunk tudni írni, ugyanis vegyük észre, hogy ebben a négyzetben itt fönn csak a jobb oldali két mezőbe szabad kettest írni, mint ahogyan itt is. Ez pedig azt jelenti, hogy ebben a négyzetben itt már nem írhatunk kettest sem ide, sem ide, mert hiszen ebben a jobb oldali két mezőbe itt valahol, valamelyik mezőbe majd fönn lesz úgyis a kettes, és az kizárja innen a kettesnek a lehetőségét. Maradt tehát ebben a négyzetben kettesnek szabadon ez és ez a hely, fönnze viszont nem írhatjuk ez miatt a kettes miatt, így aztán kettes ebben a négyzetben már csak ide kerülhet. Gondolkozhattunk volna úgy is, hogy ebben az oszlop, hogyha csak az oszlopot nézzük, ezt az első oszlopot, látható, hogy ebben nem írhatunk kettest már sehova sem ide föntre, vagyis csak ide és ide írhatjuk a kettesünket, és akkor ugyanaz már innentől kezdve a gondolat mehetünk, innen viszont ránézünk a sorra, és látjuk, hogy itt már van egy kettes, tehát akkor ebben a négyzetben a kettes már csak ide kerülhet, illetve ebben az oszlopban is. Na, ez nagyon jó, hogy kijött ez a kettes, mert ebben a négyzetben egyből három mezőből zárja ki a kettes beírását, ez pedig innen zárja ki a kettes leírását, vagy beírását, és akkor itt, ebben a négyzetben a kettest már csak ide írhatom be akkor. Mi kettest úgy látom, bár bizonyos megállapításokat tehetünk rá, de azért ez kevés ahhoz, hogy be tudjunk írni. Például ez a kettes, az a most beírt kettes, ebből a négyzetből három mezőből rögtön kizárja a további ketteseket. Maradt tehát ez és ez a mező, ami viszont innen zárja ki a kettes, de sajnos ebben a négyzetben még mindig marad három mező itt. Itt zárójelbe teszek itt egy megjegyzést, hogy itt elvileg válthatnánk a megoldási módszerünkben, ugyanis ebben a középső oszlopban itt végig, hogyha nézzük, akkor látható, hogy ebben az oszlopból már csak egyetlen egy szám hiányzik. Tehát itt úgy is gondolkozhatnánk, hogy megnézzük, hogy ebben az oszlopból mi az a szám, ami hiányzik, és akkor azt ide beírnánk. Viszont ezt a sorrendet, amit most követünk, azt tudnélik, hogy a kettesnél tartunk, és megyünk utána a hármasra, a négyesre, stb. Ez ezzel megváltoztatná, és esetleg elfelejtenénk, hogy a ketteseknél már eljutottunk egy bizonyos szintig, és utána, hogyha itt beírnánk ezt a számot, nem biztos, hogy emlékeznénk rá, hogy a kettestre kellene visszatérnünk, hogy ezt a logikát újból követhessük. Maradjunk tehát akkor ennél a logikánál, ne foglalkozzunk most ezzel, hogy ide mit írunk be, ezt úgyis ki fogjuk majd tölteni akkor, amikor eljutunk az illető adott számhoz, úgyis meg fogjuk találni, hogy melyik az a szám, amit ide be kell írnunk. Nézzük a hármast akkor. Hármas következik. Itt egy hármasunk. És azonnal látszik, hogy ebben az oszlopban egyetlen egy szám hiányzik már csak,
És mivel ebben az oszlopban még nincsen hármasunk, vagyis nincs még beszínezve egyetlen egy mező sem, ezért ennek itt hármasnak kell akkor lennie. Most nézzük itt ezt a 3x3-as négyzetet. Ennek három mezőjéből azonnal kizárható a hármas, ez miatt a hármas miatt itt. Vagyis ebben a négyzetben a hármasnak már csak az egy hely maradt szabadon. Most lejövünk az alsó négyzetre. A most beírt hármas ugyanis kizárja innen a hármasnak a beírását. Ez pedig innen zárja ki a hármas beírását, tehát elsőre elnézést a hármas már csak ide és ide írhatok, föntre azonban nem, ez miatt a most beírt hármas miatt, így aztán ebben a négyzetben hármast már csak is ide írhatunk. Úgy látom, hogy további hármasokat sajnos nem tudunk kizárni, bár hogyha egy kicsit tovább gondolkodunk, próbálkozzunk meg azért ezzel. Nézzük ezt a négyzetet itt. Ez a hármas kizárja ebből és ebből a mezőből, tehát marad szabadon ez és ez a mező a hármasnak. Ami viszont, hogyha ezt a négyzetet nézzük, kizárja innen. Ez a hármas viszont kizárja innen és innen ebből a két mezőből a hármast. Maradt tehát akkor ebben a négyzetben a hármas számára már csak ez és ez a hely. Ide azonban ez miatt a hármas miatt nem írhatok már hármast, vagyis ebből a négyzetben hármas már csak ide írhatok. További hármasokat azonban, de még ezt a négyzetet nézzük. Ez miatt a hármas miatt nem írhatok hármas sem ide, sem ide. Maradt tehát ez és ez a mező szabadon a négyzetben a hármas számára. Ide azonban nem írhatok hármas, mert ha felnézek, akkor azonnal látható, hogy itt már ebben az oszlopban itt egy hármas, vagyis ebben a négyzetben a hármas már csak ide írhatom. Viszont most már további hármasokat tényleg nem tudunk elhelyezni. Nézzük a négyeseket. Nézzük ezt a négyzetet itt. Négyes nem írhatok sem ide, sem ide. Ez miatt a négyes miatt. Így aztán ebben a négyzetben a négyzet négyesnek már csak ez az egy mező maradt szabadon. Nézzük most ezt a négyzetet itt. Nem írhatok négyest a most beírt négyes miatt ide, vagyis ebben a négyzetben a négyes számára már csak az az egy hely maradt szabadon. Ez tehát itt négy kell, hogy legyen. Ami viszont kizárja ebben a négyzetben innen és innen a további négyesek beírását. Ez. Tehát akkor nem írhatok négyes sem ide, sem ide. Tehát ebben a négyzetben a négyesnek már csak az az egy hely maradt szabadon itt. Na most nézzük ezt a négyzetet. Ez a négyes ebből a három mezőből kizárja a négyes beírását, a most beírt négyes pedig innen zárja ki a négyes beírását, és akkor ebben a négyzetben a négyes számára már csak az egy hely maradt szabadon. Na most ez viszont kizárja ebben a négyzetben innen és innen, ez a négyes meg innen és innen, így aztán ebben a négyzetben már csak az egy hely maradt szabadon a négyesnek. Ez a négyes ebben a felső négyzetben kizárja innen és innen. Ebből két négyes is kizárja további négyeseket, ugye ez is, meg ez is. Tehát akkor ebben a négyzetben négyest már csak ide írhatok. Szerencsésebb lett volna lehet, hogyha az oszlopokat nézzük, csak
Mert akkor azonnal rájövünk, hogy ennek itt 4-esnek kell lenni, hiszen 4-est ez miatt a 4-es miatt nem jöttek semmi ide, ez miatt pedig ide sem. Így aztán ez az egy hely maradt a 4-esnek ebben a négyzetben. Na most akkor nézzük ezt a négyzetet, nem írhatok 4-est, ez miatt a négyzet miatt ide, ez miatt pedig ide, és akkor szabadon a 4-esnek ebben a négyzetben már csak az egy mező maradt itt. És akkor ezzel meg is van az összes 4-esünk is, mehetünk akkor az 5-ösökre. Nézzük ezt a négyzetet, nem írhatok 5-öst, ez miatt az 5-ös miatt sem ide, maradt tehát ez és ez. Ide viszont nem írhatok 5-öst ez miatt, így aztán ebben a négyzetben 5-ös már csak ide kerülhet, sehova máshova. Nézzük most ezt a négyzetet, ez miatt nem írhatok 5-öst ide, most bejött 5-ös miatt pedig sem ide, vagyis akkor ebben a négyzetben 5-ösnek már csak az egy hely maradt szabadon. Nézzük most ezt a négyzetet itt fönt, nem írhatok 5-öst ide, ez miatt, és akkor szabadon az 5-ösnek már csak az egy mező maradt. Ez miatt viszont nem írhatok 5-öst az alsó négyzetben ide, vagyis akkor ebben a négyzetben az 5-ös számára már csak az az egy mező maradt. És akkor úgy látom, ezzel az 5-ösök is megvannak. És innentől kezdve most már tényleg azért a gondolkodásmódunk is változhat sokféleképpen, mert észrevehetjük, hogy ebben a négyzetben már csak egyetlen egy szám hiányzik, lehetne úgy gondolkodnunk, hogy megnézzük, mi az az egy szám, ebben a sorban ugyanaz a helyzet, ebben a négyzetben szintén ugyanaz a helyzet, és itt tovább valószínűleg még sok másikat találnánk ilyet, de maradjunk azért ennél a gondolkodás gondolatmenetnél, előbb vázoltak miatt. 6-os a következő számunk. Ebben a négyzetben, ha ránézünk, nincs még 6-os. Meg ebben a sorban sem persze. Nyilván ebben az oszlopban sem, de az sokat nem segít rajtunk, mert ott még azért van egy másik mező is, amiről ugyan tudjuk, hogy ott nem lehet 6-os, tehát ebben az oszlopban is a 6-os már csak ide kerülhet. Még így is kijött, hogy ide 6-osnak kell. Valamint kijön a sort, ha nézzük, meg kijön úgy is, hogy ez 6-os kell, hogy legyen, hogy csak ezt a nézetet nézzük. Ez tehát valóban itt 6-os kell, hogy legyen. Most nézzük ezt a nézetet. Ebből hiányzik a 6-osunk, mint az látható, tehát ennek, mivel csak egy mező van szabad, ennek itt muszáj 6-osnak lennie. Ez a most beírt 6-os viszont ebben a négyzetben kizárja a 6-ost innen és innen, maradt tehát ez és ez a mező, fönte viszont ez miatt a 6-os miatt nem írhatok már 6-ost, így aztán ebben a négyzetben a 6-os már csak ide kerülhet. Most nézzük ezt a négyzetet, ez a 6-os kizárja innen, a most beírt 6-os pedig kizárja innen a 6-os lehetőségét, vagyis ebben a négyzetben a 6-os már csak ide kerülhet. Most nézzük ezt a négyzetet, ez a 6-os kizárja innen és innen a további 6-osokat, vagyis ebben a négyzetben a 6-osnak már csak az egy hely maradt szabadon. Ami viszont ebben a négyzetben kizárja innen és innen, hát akkor ebben a négyzetben a 6-ost már csak ide kell, ide írhatjuk be sehova máshova. Most nézzük ezt a négyzetet, a most beírt 6-os kizárja innen, tehát marad szabadon ez és ez a mező, akkor első ránézésre ide viszont nem írhatok 6-ost ez miatt a 6-os miatt, tehát akkor ebben a négyzetben a 6-os már csak ide kerülhet sehova máshova. És akkor ezzel az összes 6-osunk is megvan, menjünk a 7-esekre, azok ugye már megvannak, nézzük a 8-asokat. Nézzük ezt a négyzetet, itt két mező van szabad a 8-asnak, ide azonban nem írhatok 8-ast, ez miatt a 8-as miatt, maradt tehát ebben a négyzetben a 8-asnak szabadon már csak az az egy mező.
Megint megjegyzem, hogy ha az oszlopokat néztük volna, akkor abból azonnal látszott volna, hogy ide lehet csak a 8-ast írni. Ebből a négyzetből, mivel már csak két helye van a 8-asnak, ezt a kettő helyet kell csak vizsgálnunk. Ide azonban nem írhatok 8-ast a most beírt 8-as miatt, tehát akkor ebben a négyzetben a 8-as már csak ide kerülhet. És akkor ezzel úgy látom, hogy még egy 8-as hiányzik ebből a négyzetből itt. Ide nem írhatok 8-ast a most beírt 8-as miatt, vagyis ebbe a négyzetbe csak ide írhatom a 8-ast. És akkor megvan az összes 8-asunk is. Ugye a 9-esünk az megvolt, minden azért nézzük meg. Igen. Újabb kört kezdünk, tehát az egyesekkel. Hát azok nem voltak, azok még nincsenek meg. Viszont, hogyha ezt a nézetet tekintjük, akkor nem illetok egyes sem ide, sem ide. Ez miatt, az egyes miatt. Így aztán ebből a nézetben az egyest már csak ide írhatom. Ugye nézzük most ezt a nézetet. A most beírt egyes miatt nem írhatok egyest ide, és akkor ebben a nézetben szabadon az egyes számára már csak ez az egy hely maradt itt. Ha ránézek erre a nézetre, akkor láthatom, hogy ebben a nézetben nincs még egyes, vagy hogyha a sorra nézek itt erre a sorra, akkor ott sincs még egyes, tehát akkor ide mindenképpen egyest kell beírnunk. És akkor ezzel megvan az összes egyesünk is. Nézzük az ominózus kettest, ebből nagyon kevés volt ugyanis az elején, és akkor itt most már szerencsénk van, mert ebben a nézetben még nincs kettesünk, egy szabad helyünk van, ebben az oszlopban sincs kettesünk, egy szabad helyünk van, meg ebben a sorban sincs kettesünk, és egy szabad helyünk maradt csak ebben a sorban is, tehát ennek itt kettesnek kell akkor lennie. Ebben a nézetben ugyanaz a helyzet, meg persze ebben a sor, ebben az oszlopban is itt. De hát ennek itt kettesnek kell akkor lennie. Ez a kettes, a most beírt kettes kizárja innen a kettes lehetőségét, ha ezt a nézetet nézzük. Maradt tehát ebben a nézetben a kettes számára már csak az egy hely szabadon. Most nézzük ezt a nézetet itt fent. A kettes, mivel csak egy hely maradt szabadon a négyzetben. Nincs még benne kettes, ezért ennek itt kettesnek kell lennie. Ugyanígy az oszlopot, ha néztük volna, akkor is azt kellett volna, hogy mondjuk. Ez a kettes ebben a négyzetben kizárja innen a kettes lehetőségét, maradt tehát ebben a négyzetben ez az egy hely a kettesnek. És akkor ezt a négyzetet nézzük, még itt még nincs kettesünk, egy hely van szabadon, persze az oszlopban és a sorban is, nyilván a megfelelő sorban és megfelelő oszlopban is, tehát ennek itt kettesnek kell akkor lennie. Nézzük a következő számot, a 3-ast. Akkor látható már is, hogy ebben a nézetben nincs még 3-asunk. Egyetlen egy üres helyünk van, tehát akkor ennek itt 3-asnak kell lennie. Ebben a nézetben ugyanaz a helyzet, adna mondja már megint a sorokat és oszlopokat is. Hát akkor ennek itt 3-asnak kell lennie, és akkor ezzel ezt a sudokut meg is oldottuk, ennek a megfejtése, tehát így néz ki. Minden egyes sorban és oszlopban, meg kis 3x3-as nézetben is megtalálható az összes szám 1-től 9-ig pontosan egyszer.